A szódavizet hirdető régi plakátok, az előállításhoz, gyártáshoz szükséges eszközök, számos szódás üvegforma és még sok-sok más érdekesség tekinthető meg a napokban nyílt szódatörténeti vándorkiállításon Pakson. A szódavíz Magyarországon Jedlik Ányos nevéhez fűződik, aki egy új és zseniális módszer talált fel a mesterséges ásványvíz előállítására, ezzel a magyar szikvízgyártás alapjait is letette. Meséli a kiállítás megnyitón Pakson a Deákházban Kis Imre. 2004-ben készítettem el ezt a kiállítást. Én akkor lettem a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, és elődöm Travecki Balázs, akinek a képe az első tablón látható. Őneki volt egy írása, Fröccs történelem címmel. És ez engem nagyon megfogott, és elkezdtem arra gondolkodni, hogy Fröccs történelem, hát erről ennyi mindent lehet, hogy egy tanulmányt írnak róla. És akkor elkezdtem vele foglalkozni, és kiderült, hogy ennél sokkal többet lehet erről tudni, és szerencsére találkoztam Bánfi Istvánnal, aki Szegeden a szódás, és akinek egy olyan gyűjteménye volt különböző szódás relikviákból, amire aztán bátran alapozhattam ezt a kiállítást. Egyébként a gyűjteménynek a nagy része itt szerepel, illetve ha valaki Szegeden jár, Szegeden a víztorony aljában lehet egy hasonló szódás kiállítást látni még több anyaggal. No, ez volt az indítás, és aztán, ahogy beleástam magam, hát rájöttem, hogy ez tényleg mennyire fontos a magyar nép életében a szódavíz, és ezért bátorkodtam azt a címet adni, hogy szódavíz egy magyar kultuszital. Ott van valóban a hétköznapokon, az ünnepnapokon, mindennapjainkban ott van az asztalon, különböző módon fogyasztjuk, akár még palacsinta tésztában is, ugye, használjuk vörösbor folt kiszedésére a fehér abroszból, van, aki különböző befőttekbe is tesz szódát, szóval ezer és ezer módja van a szódavíz felhasználásának, de azért persze a legfontosabb az, hogy megisszuk. Úgy épül fel a kiállítás és a könyv is, hogy a felfedezés után beszélünk a gyártásról, ugye a szódásüvegekben testesül meg maga a termék, hát ez a legszebb produktum, ugye remélem mindenki majd csodálattal fog adózni a gyönyörűséges szódásüvegeknek. Aztán van szó ugye a különböző hirdetményekről és különböző reklámokról. Itt van, mindenki fogyaszthat szódavizet, ugye ez egy gasztrointeraktív kiállítás, ahol majd lehet nyomni a szódát és elfogyasztani. Hatása az irodalomra, nyilván ugye hát a gasztronómiája a legérdekesebb, és legvégén pedig egy kis képzőművészeti bemutatót lehet látni, illetve még zenei élményt is, hát abban is részesülhet valaki, aki esetleg tud kottát olvasni, mert Szerkovicznek van egy olyan műve, amit ide kitettünk kottán, úgyhogy mindenki eldudolhatja magának. Mi mindent írtak fel a szódásüvegre, ugye nem csak a nyakára és a magára a hasra, ugye, megjelölték, hogy ki a gyártó, hanem amint látjuk, vannak politikai üzenetek is. Ugye a nem soha megjelenik például, de mivel nagyon sok zsidók szódás volt, ezért gyakran megjelenik a Dávid csillag is, vállalva az önazonosságukat. Szóval ez egy korabeli médium volt, hát gondoljunk csak bele, hogy ez tényleg ott volt minden asztalon, fogtuk a kezünkbe, mentünk, cseréltük, ugyanúgy, mint ahogy jártak a kútra, a fiatalok ismerkedtek, ugyanúgy ismerkedtek esetleg itt is közben. Szóval ez egy fontos tárgya volt a mindennapi életnek. A szódavíz és a fröccs, akár málna fröccs formájában is, nagy népszerűségre tett szert az elmúlt évszázadokban. Márai írását is olvasni, mely szerint a jó fröccs elkészítésének a módját csak a csaposok ismerik. És aminek ilyen hangja van, ugye nem kell hazamenni még, nem azért, nem csöngettek ki, nem azt jelzi. Pakson is komoly szódavízgyártás folyt, mondja a szakember, miközben mutatja a kiállított paksi üveget. Ez a úgynevezett golyózáras vagy kraherlis üveg, ami egyébként nem sokáig volt forgalomban, mert nagyon nehéz volt tisztítani, ugye miatt a sok behúzás és redő miatt. Mindenképp nagyon érdekes, és meg lehet fogni. Paksi, mind a három üveg ezen a kis posztamensen paksi. Paksi szódások is bemutatkoztak a kiállításon, akiknek buborékos nedűiket a látogatók meg is kóstolhatták. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum szódatörténeti vándorkiállítása február végéig látogatható Pakson a Deákházban.